Nem mindenki lehet olyan szerencsés, hogy a munkahelye is támogatja a hobbiát, valamint versenyeket szervez és gondoskodik az utazásról és a teljes ellátásról. Ebbe a helyzetbe került Noé Attila, aki a rendőri hivatás mellett az egyik szenvedélyének, a futásnak is hódolhat. Gyerekkorom óta futok, most jelenleg ezt ki tudom használni abban is, hogy a munkahelyemen is rendeznek sporteseményeket, és oda se el tudok jutni, tudok futni versenyeken. Egészen a rövidebb pályaversenyektől el tudok menni akár terepfutó versenyekig. Itt pályán az 1500 méter, 5000 méter, és ez akár egészen ilyen 8-10 kilométeres terepversenyekig. Ugye akkor elkezdtem dolgozni, akkor egy picit ez a lendület, ez alább hagyott, de aztán utána hál' Istennek visszatértem erre az útra, és akkor így a munka mellett a hobbim is, meg az egészségmegőrzés, meg a barátaim nagy része is ebből a sportolói körből került ki. Nagy különbség van a síkfutó és a terepfutó sportolók között, mind az izomzatot, mind pedig az edzéseket tekintve. Nyilván egyrészt a domborzati viszonyoknál az egy futónál nagyon sokat jelent, hogy mondjuk egy atlétika pályán köröz körbe-körbe, szintkülönbség nélkül, vagy esetleg itt a helyi adottságokat kihasználva, ugye itt Bonyhádon is a meccsek közelsége miatt egy jó szintes terepre eljutni, ahol több száz méter szintkülönbséggel fut, sokkal jobban megterheli az emberi szervezetet. Hát ha választanom kéne, most egy kicsit megint a pályaversenyek fele tendálnak, ugye említettem, hogy gyerekkorom óta én atlétizáltam, és akkor ebben nőttem bele igazából a pálya közelsége. Szeretem a rekordtánnak a szagát, ahogy az atléták mondják, de nagyon szívesen akár országúton is nagyon sokan találkozhatnak velem így az út mellett futva. Most a pálya mellett voksolnék. Az utóbbi évek sikerekben is bővelkedtek a sportoló számára, magyarországi versenyeken kívül egy külföldi megmérettetésre is eljutott. Nagyon sikeres év volt, egy kicsit így visszanyúlok a tavalyi őszi eredményekre, is sikerült kvalifikálnom magam a rendőrterepfutó Európa bajnokságról. Dániába részt vehettem ezen az eseményen. Ott a tisztes helytállás volt a célom, ez sikerült is, azt gondolom. Ezután idén tavasszal az országos rendőrterepfutó bajnokságon sikerült elindulni, a korcsoportomat sikerült megnyerni, az egy nagy siker volt számomra, illetve itt az őszi versenyeken sikerült elindulnom a Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett szenior országos bajnokságon, ott korosztályomban második lettem 1500 méteren, illetve a múlt héten voltam, ugyanezen a távon rendezték a rendőrségi országos bajnokságot, ott nagyon nagy versenyben egy hatodik helyet sikerült elcsípjek. Idén már nagy versenyekre nem készülök, baráti körbe neveztünk be, majd októberben egy maratoni távot fogunk ketten lefutni, elfelezzük a távot, de ezt is már olyan edzés jelleggel, esetleg még egy hosszabb novemberi verseny, ami szóba jött, és akkor én már így a jövő évre a fedett pályás versenyekre készülök inkább egy ilyen alapozó jelleggel lassan. Komoly felkészülés és edzésterv segíti Attilát az eredmények elérésében. Hál' Istennek most már évek óta Szűcs Fati segít nekem az edzéseknek a megvalósításában. Ő írja nekem az edzésterveket. Nagy segítség ez nekem, jóval könnyebb így készülni. Mindenképpen azt azért hozzáteszem, hogy hál' Istennek nagyon szeretek enni, és így a sok lefutott kilométer miatt ezzel nem is szokott probléma lenni. Nyilván egy verseny előtt egy héttel azért az ember odafigyel erre, azt gondolom, hogy ezzel nincs probléma. Én csak ösztönözni tudok mindenkit itt, akár Bonyhádon is itt van ez a gyönyörű szép pályánk lenn, akinek kedve van mozogni, szabadon jöhet, futhat, megtalálja mindenki a számításait a futásban. A rendszeres testmozgás nem csak a kondíció megőrzéséhez járul hozzá, hanem ezáltal sokkal edzettebb és ellenállóbb lehet az ember szervezete is.